Nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a Miss Már csatornán, az én nevem Zsolt. Éjszaka, amikor felkerünk és kiszeretnénk botorkálni a konyhába, vagy éppen a mosdóba, mert innánk egy pohár vizet, akkor azért felkapcsolni a nagy lámpát, az nagyon-nagyon rossz, hiszen kimegy az állam a szemünkből, és utána pedig forgolódunk, nem tudunk elaludni. Egy éjszakai lámpa viszont azért jól tud jönni ilyenkor, hát ha még több funkcióval is rendelkezik. És íme a mostani videóban egy nyilajt eszközről lesz szó, méghozzá a Wireless Charging Night Light névre keresztelt kütyűről, és hogyha valaki esetleg jobban tud, Angol, akkor már kisillavizálhatta, hogy az nem csak egy éjszakai fény, hanem egy vezetékmentes töltőpad, így éjszaka tehát nem csak finom hangulatos fényben tud világítani esetleg mellettünk ez a kis kütyű, hanem még wireless, tehát vezetékmentesen is tudja tölteni a kompatibilis készülékeket. Kezdjük a dobozzal egy pillanatra, hiszen a tartozékok között még egy USB kábel található, méghozzá egy micro USB kábel, ami 1 méter hosszúságú, töltő viszont nem tartalmaz a csomagolás. Maga a töltőpad nagyon esztétikusan néz ki, minimalista dizájnnal rendelkezik, és ami érdekessége, hogy maga a kis éjjeli fénye leválasztható róla, tehát beépített akkumulátorral rendelkezik, méghozzá 950 mAh ez a telep, ami nagyjából úgy néz ki, hogy kétféleképpen tud világítani a készülék. Van az oldalán egy kis gomba, amit megnyomva rögtön aktiválhatjuk a vagy meleg, vagy éppen hideg fehér fényt, hogyha meleg fehér fényre vágyunk, akkor olyan 2700 Kelvin, hogyha pedig hideg fényre, akkor pedig 5000 kelvin az, amiben világítani fog nekünk a kütyű. Ennek megfelelően változik egyébként a maximális fényerő is, hogyha melegfehérre kapcsolunk, akkor 10 lumen, hidegfehér esetén pedig 30 lumen a maximalitás. Igazából a 30 lumen már azért elég sok így éjszaka, amikor alvás után vagy alvás közben próbálunk kikelni az ágyból, ilyenkor inkább én speciál a meleg fehér fényt ajánlom mindenképpen. Szóval van egy kis gomb, aminek a segítségével aktiválhatjuk a meleg, illetve a fehér fényt, egy-egy gombnyomással tudjuk ezt megtenni, és le is tudjuk választani ezt a kis részt, itt mutatom, illetve a vágóképeken is, pillanatok alatt, hiszen ezt a kicsit magát tudja tölteni a töltőpad, miközben más eszközt 10 wattal tud vezetékmentesen etetni, nyilván megfelelő erre kompatibilis eszközre van szó, tehát akár mondjuk egy semmi mit Egyről, vagy éppen egy Apple iPhone-ról, szóval ezeket mind-mind tudja tölteni. Ez a kis éjszakai fény pedig mágneses, tehát hozzá tudjuk tapasztalni akár a hűtőhöz is, hogyha oda szeretnénk menni éjszaka inni, akkor is csak megnyomva ezt a gombot, egy kis fény azért mindenképpen legyen, hogy lássuk, merre megyünk. Fontos, hogy vannak nagyon apró kis ledek is ezen a kis hészüléken, pont azért, hogy mutassák, hogy mikor töltődik mondjuk a telefon, illetve mikor etetjük ezt a kis éjszakai fényt. Nyilván ennek megfelelő színben világítanak ezek a kis apró ledek. Nagyjából 3-4 óra alatt lehet föltölteni ez az éjszakai fényt, utána pedig körülbelül 11 órát tud világítani a fehér esetén, és 24 órát, hogyha meleg fehérre kapcsoljuk. Szembarát és biztonságos megoldás, mivel áramerősség és túlfeszültség elleni védelemmel is ellátták, tehát nem kell félni attól, hogy esetleg valamilyen bajt okozna, miközben mi alszunk. Ha pedig mondjuk már nincsen szükségünk az éjszakai fényre, akkor egyszerűen csak visszarakjuk, mágnesesen kapcsolódik, és hogyha konnektorba dugtuk a készüléket, akkor automatikusan el is kezdi tölteni, plus ilyenkor tud hogy természetesen váljon lesz tölteni, más telefonokat, szóval az éjszakai fény működik külön a beépített akkumulátornak köszönhetően, de a vezetékmentes töltéshez mindenképpen konnektorhoz kell dúlnunk ezt a wireless charging night ot amit megvásárolattok a mismart.hu webáruházban, és meg is nézhetitek a specifikációkat, vagy a különféle képeket, plusz meg tudjátok természetesen rendelni, ahogy mondtam. Én köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett a videó, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornánkra, plusz kövessetek minket a Facebookon, valamint az Instagramon is, illetve ott van még a Samilai Pont Hubblog oldalunk. Szép napot mindenkinek! Sziasztok!